Ki aludt, ki pedig csendesen elvolt, délutáni pihenőjüket töltötték az ovisok a szerdai ebéd után, miközben fontos dolgok történtek tőlük néhány méterre. Ekkor adták át a megújult intézményt a mintegy fél évig tartó munkák után. Labdák, bordásfalak, hula-hop karikák és sok más eszköz, ami a gyerekek mozgásához szükséges. A legjelentősebb fejlesztés a tornaszoba kialakítása volt közel 60 négyzetméteren. Ezt a sportoláson, táncoláson kívül rendezvények lebonyolítására is használják majd. Emellett számos más dolog is megújult az óvodában. Csoportszobában PVC-ket cseréltek színesekre, csempéket raktak a ajtókra. Az egész épületet kifestették, a csoportszobától, öltözőtől, folyosón át minden mellékhelyiségeket. Nagyon fontos, hogy napellemeket helyeztek az épület tetejére. Minden belső nyílánzáró ajtót megszélesítettek, és nagyobbak lettek, áttekinthetőek, könnyen be tud jönni akadálymentes kerekesszékkel is a szülő, az óvodás gyerek, hiszen integráltan neveljük a gyerekeket, ennek is megvan most már a lehetősége, a kapubejárattól kezdve egészen a csoportszobákig. Az intézmény fejlesztése három ütemben történt. Évekkel ezelőtt már volt egy energetikai felújítás, amit később az udvar rendberakása követett egy új játszótér kialakításával. A mostani munkák és eszközbeszerzések egy 900 millió forintos, 9 óvodát és bölcsödét érintő projekt keretében valósultak meg. Az Eszter láncra a Tas utcai bölcsödével együtt nagyjából 170 millió forint jutott. A városban közben folyamatosan zajlik a többi intézmény felújítása is. Az önkormányzatnak 35 óvodája van és 9 bölcsődéje, egyet a 35. amit a kórházban tavaly építettünk, a 34 óvodában 33 megújult, egyetlen egy maradt hátra, Oroson, a Deák Ferenc utcán, ott is közbeszerzési eljárást lefolytattuk, egyetlen egy ajánlat érkezett kivitelezésre, törvény szerint ekkor érvénytelen, újra ki kellett írnunk, és ezek a felújítások komplexek, tehát mindenütt egyediek is egy kicsit. A március elején kezdődött munka során folyamatosan adták át az elkészült csoportszobákat, illetve az udvaron is mindig hagytak játszóterületet az idejáró mintegy 180 gyereknek, akiknek a mozgatását, áthelyezését viszont meg kellett oldani ez időre. Az intézményvezető elmondása szerint azonban a felújítás befejeztével ők is otthonosabban, komfortosabban érzik magukat. A kívülbelül megszépült épület mellett pedig új színvilág és dekorációk fogadták őket az új nevelési év kezdetén.